A Jobbik szerint a kormány a korábban hangoztatottakkal ellentétben nem a gazdasági növekedés beindításáért készül megállapodást kötni a Nemzetközi Valuta Alappal, hanem pusztán az újabb leminősítést akarja elkerülni, jelentette ki Volner János. Az ellenzéki politikus ezért továbbra is az államadóság újra tárgyalását szorgalmazza. Mindezt azután, hogy a kormány spekulatív támadásokat sejt az elmúlt 2-3 hét piaci mozgásaiban. 3 hete módosította stabilról negatívra Magyarország államadósi besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A magyar kormány ezzel nem értette egyet, mert úgy gondolta, tartható jövőre a 3% alatti költségvetési hiánycél. Emellett csökken az államadósság, és ezt az Európai Bizottság is elismerte. A forint árfolyama is zuhant, majd erősen ingadozott. Az állampapírokat is nehezen lehetett értékesíteni. Majd a Nemzetgazdasági Tárca bejelentette, tárgyal a Nemzetközi Valuta Alappal. Korábban még elutasították ezt a lehetőséget, most viszont a minisztérium azt közölte, ez az újfajta megállapodás nem hitelfelvételről szól, hanem egy biztosítást köt az ország, ami növeli a befektetői biztonságot, és szemben a régi megállapodással nem növeli az államadósságot. A Bankszövetség és a pénzpiac is üdvözölte a döntést. A forint erősödni kezdett, de csak időlegesen. Aztán ismét hektikusan változott az árfolyam. Az elmúlt hetek eseményei egyértelművé tették azt a magyar kormány számára, hogy koncentrált spekulatív támadás éri a nemzeti fizetőeszközünket. Ezért már a titkos szolgálatok is vizsgálják, kik és miért gyengítik a forintot. A kormány szóvivő a múlt héten az Estében azt nyilatkozta, a magyar kormány minden eszközt fel kíván használni a támadások kivédésére. A szolgálatoknak mindenkori feladata az, hogy ezeket, tehát a magyar nemzetgazdaság, a magyar társadalom, a magyar fizetőeszközzel kapcsolatos érdekeket védje. Múlt pénteken az amerikai Moody's hitelminősítő negatívba sorolta Magyarországot. Gyengült a forint és a részvény árfolyam. Igaz, csak átmenetileg. A miniszterelnök és a nemzetgazdasági miniszter pedig 11 közgazdásszal tárgyalt a kialakult helyzetről. A tárgyalás után Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter azt mondta, egyetértés volt abban, hogy a magyar gazdaság állapota alapján indokolatlan volt a leminősítés. Szerinte spekulációs támadás történt Magyarország ellen. Azt azonban elismerte, hogy a jövőre várható gazdasági növekedési kilátásokat 0,5 és 1% közé kell csökkenteni. Azt is bejelentette, hogy 3 fő célja van a kormányzatnak. Új növekedési tervet kell készíteni. Szükség van egy pénzügyi védőhálóra, amit a valuta alap és az Európai Unió jelenthet, és egy a devizahitelesek megsegítésén túlmutató együttműködésre a Bankszövetséggel. Az este vendége Volner János, a Jobbik frakció vezető helyettese. Jó estét kívánok, és a pártca politikusa. Azt mondják, hogy a kormány nem a gazdasági növekedés beindításáért akar megállapodni az IMF-fel, hanem csak az újabb leminősítést akarja elkerülni. Miből gondolják ezt? Hát többek között Cséfalvai Zoltán nemzetgazdasági minisztérium államtitkárának tegnapi nyilatkozatából, aki beismerte azt, hogy a leminősítés elkerülése volt az IMF hitelkeret kérése mögötti kormányzati szándék. Mi úgy látjuk, hogy a... Tehát bocsásson meg, a kormány bejelentése, a Moody's leminősítése előtt jött. Tehát ez, amit mondanak, az akkor állna meg, a Moody's leminősít bennünket, aztán utána mennénk az IMF-hez tárgyalási szándékkal. Cséfalvai Zoltán teljesen egyértelműen azt fogalmazta meg a tegnapi interjúban, hogy azért kérték az IMF segítségét, hogy elkerüljék a leminősítést. Ez azonban látható módon nem jött össze, a Moody's leminősítette Magyarországot, bóvli kategóriás ország lettünk. Akkor meg miből gondolják azt, hogy az IMF tárgyalással elkerülhető a leminősítés? Hát, ahogy ön mondta, nem nagyon ezt bebizonyította a Moody's. Hát mi ezzel tisztában voltunk, a kormány gondolta másképp. Én azt látom egyébként, hogy valóban igaz az, amit állít a kormány, és valóban spekulánsok is állnak a leminősítés mögött, és a Magyarország és a magyar fizetőeszköz elleni támadások mögött. Azonban nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a spekulánsok úgy viselkednek, mint az állatvilág ragadozói, mint egy cápa, nem véletlenül hasonlítják hozzá, ahol vérszagot érez, oda megy és ott támad. Most Magyarország bőven küldött vészjeleket, hiszen láthatóan a kormány gazdaságpolitikája nem működik, ez részben a saját hibája a jelenlegi kormánynak, részben pedig megörökölte. Egy pillanatra, bocsássa meg, álljunk itt meg. Azt mondja, hogy részben egyetértenek azzal, hogy forint elleni támadás, spekuláció történik, a másik oldal pedig a kormány gazdaságpolitikája, ami felelős a kialakult helyzetért. A kormány gazdaságpolitikájának önök szerint mely eleme az,
ami felelős a gyenge forint értelemminősítésért. Mondok önnek most egy példát. Akkor, amikor a kormány részére rendelkezésre állt 1000 milliárdos nagyságrendben mozgástér, csak emlékeztetnék arra, az egy kulcsos adóval a kormány azt gondolta, hogy a legnagyobb baja a magyar gazdaságnak az, hogy a legmagasabb jövedelműek nem keresnek eleget, és ezért aztán több pénzt kell nekik adni, vagy amikor egy másik 500 milliárd forintot nem munkahelyteremtésre, nem a magyar gazdaság élénkítésére költött el, hanem MOL részvények vásárlására fordította, látható, hogy ezek a lépések nem segítették a gazdasági növekedés beindítását. Tehát ön szerint ezek vezettek a leminősítéshez? Mert legtöbb közgazdász mondjuk azt mondja, hogy bankadó, különadók, devizahitelesek értett lépések, végtörlesztés, ez vezetett a befektetői bizalom megcsappanásához. Önök pedig általam, gazdasági szabadságharcot követelnek a kormánytól. Ezek az általam említett lépések is oda vezettek, de hogyha már itt tartunk, a devizahiteleseket a kormány most már kijelentették, biztosan tudhatjuk, nem kívánja megmenteni, nem kíván egy újabb devizahiteles mentőcsomagot bevetni. Holott... Ezt miből gondolja? A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilatkozataiból, nem én találom ki ezeket a dolgokat. Mit nyilatkozott a Nemzetgazdasági Minisztérium, Matolcsi György, rögzített árfolyam, végtörlesztés, nemzeti eszközkezelő? Nem lesz több folyamatosan tárgyalnak a bankszövetséggel. Nem lesz több devizahiteles mentőcsomag. Erről szólt Cséphalvai Zoltánnak a tegnapi nyilatkozata is, hogy felül fogják vizsgálni az IMF-fel való tárgyalások során mind a bankadót, mind pedig a devizahiteles mentőcsomagok sorsát, illetve maga Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter jelentette be, hogy nem terveznek most egy ideig új bank mentőcsomagot. Hát aztán ezt ugye sokan úgy fordították le, hogy meg is szekték a 7,5 milliós hozzájárulással, illetve december 1-től indul a Nemzeti Eszközkezelő is, és a bankszövetséggel is tárgyalnak a devizahitelesek megmentéséért. Akkor mégis hát az... önök, a Jobbik, milyen gazdaságpolitikával mentenék a devizahiteleseket? Azért indítottunk országos aláírásgyűjtést, és rövid idő alatt azért gyűjtöttünk össze több mint 500 000 aláírást, mert alakítottunk egy szakértői munkacsoportot, amely megvizsgálta magyarországi devizahitelezést, és ennek alapján a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének hivatalos statisztikáiból megállapítható volt, hogy nem igaz a bankoknak az a védekezése, hogy ők maguk azért kérnek megemelkedett törlesztő részletet a devizahatósoktól, mert ők, mármint a bankok, maguk is devizát vettek föl azért, hogy ezeket a hiteleket kiközvetítsék. A számok teljesen egyértelműek. A magyar hitelintézeti szektornak 1627 milliárd forint hitelfelvétele volt egyéb devizában, jellemzően svájci frankban, ide minden bele tartozik, ami nem euró, és ezzel szemben 7617 milliárd forint hitel kihelyezése volt magyarul. A kérdésem az arra vonatkozott, egy konkrét lépést, amit a Jobbik tenne a devizahitelesekért. Tehát azt szeretné elmondani, hogy ötször akkora összegben helyezett ki a hazai bankrendszer ilyen egyéb devizát, jellemzően svájci frankot, mint amennyit maga fölvett, tehát kimutatható, hogy náluk van ez a bizonyos árfolyam nyereség. A Jobbik megoldása pont azt célozza, hogy a bankrendszer a tisztességtelenül szerzett luxus profitjáról mondjon le, ne hagyjuk azt, hogy ezt a bankrendszer által meg nem fizetett költséget megpróbálják a devizaadósoktól beszedni. Mi azt követeltük az aláírásgyűjtési akciónkkal, hogy a hitelek felvételkor érvényes deviza árfolyamokon történjen meg a forintosítás, és ilyen módon minden magyar devizahiteles családot, vállalkozót, sőt még önkormányzatot is szabadítsunk ki a devizahitelezés csapdájából. Ez nem rengetné meg a befektetői bizalmat Magyarország szerint? Nem lennek újabb spekulációk, amiben egyébként egyetértenek a kormányok? Másfél évvel ezelőtt, amikor ezt fölvetettük, akkor azt hallottuk, hogy Magyarországot akkor leminősítenék, bóvli kategóriába sorolnák, és 300 forint lenne az euró. Jelenleg ott tartunk, hogy Magyarországot leminősítették, bóvli kategóriába sorolták, 300 forint fölött van az euró, de időközben eltűnt 2000 milliárd forintnyi magánnyugdíj pénztári vagyon, amit fölélt, és adósságcsökkentésre fordított a kormány. Látható, hogy ez egy nem egy járható út. No, a Jobbik hogyan lépne fel például a forint elleni spekuláció ellen, mert azzal, hogy egyébként önök szerint a kormány megbukott, és új választások kiírásra van szükség, mondjuk nem egy nagy segítség lenne most így hirtelen a forintnak, nem gondolja? Több lépést is terveznénk, először is kiszabadítanánk a devizahiteleseket. Hogyha a deviza kockázati kitettsége az országnak csökkenne azért, mert senkinek nincs devizahitele, és átváltanánk ezeket a hitelek felvételkori forint árfolyamára ezeket a hiteleket, akkor már nem lenne ekkora gond. A másik nagyon fontos lépés, hogy azok az adótervek, amiket a kormány elfogadott, azokat radikálisan átalakítanánk. Mondok önnek erre egy példát. Az egy kulcsos
adórendszeren belül mi meghagynánk a családi adókedvezményeket, azonban az a 370 milliárd forintos költség, amiben maga az egykulcsos adórendszer kerül, azt mi a termelő szféra részére juttatnánk, és akkor elérhető lenne, hogy minden mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, kutatásfejlesztésben és idegenforgalomban dolgozó embernek havi 20 ezer forint adókedvezményt lehetne juttatni. Havi 20 ezer forintot. Magyar a gazdaságnak ugyanis a Jobbik szerint az a legnagyobb baja, hogy gyenge a termelő szféra, nincs meg az az úgynevezett reálgazdasági fundamentum, amire építkezni, támaszkodni lehetne, nem pedig az volt a gond, hogy a leggazdagabbak túl kevesebbet keresnek, és ezért az egykulcsos adórendszerrel többlet jövedelemhez kell őket juttatni. És újra tárgyalnak az államadósságot. Ez nem az IMF-hez való kuncsorgás lenne, ahogy a Jobbik fogalmazott? Nem. Arról van szó, hogy Magyarország miért nem jelenleg... Miért kellene tárgyalni? Gondolja, hogy feltételek nélkül... Én nem gondolom azt, hogy ez kuncsorgás lenne, amit jelenleg csinálunk, hogy egy újabb hitelkeretért megyünk oda, és megalázzuk saját magunkat azzal, hogy először látványosan világá zavarjuk az IMF-et, és utána ismét hozzáforduljunk. Ezt tekintem én kuncsorgásnak. Amit mi kérünk, az újra tárgyalás, ami már a világon 60 országnak sikerült, a közelmúltban erre szép európai példákat is láthattuk. Hogy tárgyalnánk újra? Fölmérnénk először is az államadósságkezelő központ kimutatásai alapján azt, hogy kiknek a kezében vannak a magyar állampapírok. Amit meg lehet állapítani, az, hogy az IMF-nél jelenleg körülbelül 3700 milliárd forintnyi hitelünk van. Ennyit adott az IMF Magyarország részére a 2008-as hitelmegállapodás értelmében. Ez egy óriási tétel, a következő néhány évben kell ezeknek a törlesztő részletét törleszteni. Ez lehet az alkunak elsődlegesen az alapja. Magyarország ugyanis, mint ahogy az előbb is láthattuk, jelenleg olyan pályán van, hogy a tavaly áprilisi választások óta az államadósságkezelő központ kimutatása szerint 1745 milliárd forinttal nőtt szeptember végéig Magyarország államadósága, úgy, hogy közben megszabadultunk 2000 milliárd forintnyi magányugdíj pénztári megtakarítástól. Egyetlen kérdés, ha ezen az úton tovább megyünk, akkor Görögország sorsára jutunk. Lejárt az időnk. Miből gondolják, hogy reális lenne az, hogy az újratárgyalás sikeres lenne? Jean-Claude Juncker, ha már Görögországot említette, éppen azt mondja a pénzügyi biztos, hogy Görögország akkor számíthatna az államadóság átütemezésére, ha iszonyatos szigorú reformokat vezetne be, és minden képzeletet felülmúló privatizációba kezdene, de Angela Merkel tovább megül, egyenesen azt mondja, hogy semmiféle átütemezés nincsen 2013-ig. Nem igazán reális elképzelésnek tűnik ez. Hát ön szerint nem. Stampa című lap pedig most éppen arról írt, hogy Olaszországot 4 és 500 milliárd közötti euró összeggel fogják megsegíteni az Európai Unió részéről. Mi azért szeretnénk, ha hát most ez lépne nem az a kormány, újratárgyalása. Azért egy segélykeretet fog Olaszország kapni. Mi azért szeretnénk, hogy most lépjen a kormány, mert ha elmulasztja ezt a kedvező történelmi pillanatot, és az olasz állam is bajba kerül, ne felejtsük el, hogy az olasz államadósság az körülbelül akkora összeg összevethető azzal, mint amit Kína jegybanki tartalékként összesen föl tudott idáig halmozni, mielőtt még Olaszország beborulna, azelőtt kellene Magyarországnak lépni, hát mert ha elmulasztjuk ezt a kormány meglépni, másnap beborulna a forint, nem gondolja? A forint már most is beborult. Ennél tovább én azt gondolom, hogy nem tudna beborulni, de hogyha a devizahiteleseket meg tudnánk menteni attól, hogy devizahitelük legyen, és automatikusan mindenkinek a hitelét átváltanánk forintra, akkor már nem volna ennyire égető a probléma. Sajnos lejárt az időn, köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.